Üdvözlök mindenkit! Nézzük, hogy Jókai Mór hogyan vélekedett a magyarok őstörténelméről, és mit írt az Árpád és a Magyarok Őskora című művében. <coughs> a számlálhatatlan Siempi nép kiszorította Ázsiából a vele nem rokon Skita fajt. Ezek két részre oszlottak. Egyik tömeg letelepült a Kaspi-tenger mellett, Ezeket nevezték fehér hunoknak. Fővárosú Gorgó, később Karizm. Sokáig egyike volt kelet legfényesebb uralkodó helyeinek. A másik tömeg volt a fekete hunoké, kik felnyomultak balambér alatt éjszak hideg tartományaiba, a volga környékébe, melyet még a 13. században is Hungária Magnának neveztek és maradványaik csak a későbbi századokban tértek vissza Kínával szomszédos eredeti hazájukba. Ez új hazában is találtak ellenségre. Ezek voltak az alánok. Hatalmas vitéz, hozzájuk méltó ellenség. Évekig el volt a két külön faj a Tanaisz két partján, egymás mellett, anélkül, hogy egymásról tudtak volna. Midőn egyszer szitja vadászok, a mocsaras őserdőkben egy bölényt hajtottak meg, a kergetett vadállat a tanaízba ugrott. Üldözőik utána a szilaj bátorsággal úsztattak keresztül, paripáikkal a széles folyamon, smidön a túlparton a bölényt elejték. Hajrá! kiáltozásaikra! egy idegen csapat jött elő az erdőkből. A magas, szőke, kékszemű alánok. A két idegen faj megdöbbenve bámult egymásra, és ahonnan jött, oda ismét visszavonult. Másnap azonban a vadászok helyett hadseregek jelentek meg a partokon, és a csataordítás pokoli harmóniájánál összecsapott a két egymásra méltó ellenség. A véres ütközetben az alánok legyőzettek, királyuk eresett, és a győzelmes hunok rokonaikká fogadták a vitéz ellenséget. Tán a kékszem és a szőkehaj a magyar faj szülöttei közt máig is e testvérül fogadott népemléke. Egy őzelem által még egy karral szaporodva ráütöttek a hunok a keleti gótokra, azokat elhatározó ütközetben megverték. És a többi, és a többi, és a többi. Ha összevetjük a történeti forrásokkal, akkor olyan érdekességek derülnek ki, hogy volt egy rubruk, vagy Rubrukis nevű szerzetes, tazó, től tudjuk, azt állította, hogy a közös eredetű nép, tehát itt a volga kámai magna hungária beli nép, ott mind általánosan magyarul beszélt. Forrás, I. Gibbon, RBT és Historie de Voyage Tom, 7. P. 269. Egyébként még a fehér féléruno, hunokkal kapcsolatban azt is meg lehet jegyezni, hogy Gibbon, Prokopius után azt írja róluk, jó barátok és harztársak kötelezték magukat azzal, ki elébb meghal, elevenen egy sírba temetkezni. Tehát ezt is megtudjuk. Tehát félelmetes, hogy Jókai Mór pontosan tudta azt, amit most ugye a genetikusok bizonygatnak. Egyrészt ugye az Attila hunok, vagy Balambér hunok, a Fekete hunok, azok kínai... E, SiMP támadás hatására. Ugye a úgy írja, hogy Volga környékébe e, észak hideg tartományaiba. Tehát a, pontosan oda szibériai, e, a szibériai uráli Volgakáma vidékre mennek, oda vándorolnak, ott telepednek meg. És ugye itt lesznek érintkezésben majd az alánokkal, akik pedig szintén kilettek mutatva genetikailag, Szerintem ez a térségben a hunok mellett szarmatákat is említ a genetikai tanulmány, és hát az alánok a szarmaták egyik ága lennének. Döbbenetesen igazolja jókait a genetika, és ugye azt is elmondja, hogy ez a karizm, vagy karism, hát ugye nyilván Horezmről van szó, ez pedig a fehér hunoknak volt egy nagyon fontos területe, hát nyilván ott még baktriát is számításba kell venni, illetve Észak-Indiát, a heftalita vagy fehér hunok. És aztán majd ugye a magyar történelemnek az lesz egy lényegi pontja, amikor megindul az úgynevezett avar vándorlás, egyébként ezzel is foglalkozik Jókai, mert egy következő videóban tejtünk róla. Ugye ott nem csak az avar nem csak a zsuan zsuanokat kell érteni. Mert nyilvánvalóan, amikor a belviszály hatására, a kínai támadásra a hunok e, gyakorlatilag elvándorolnak a Sziunó területéről, mindig hátrahagyva maradványokat, akkor a hatalmat, vagy az uralmat, ami tartósamnak bizonyul majd, azt az úgynevezett Ruan-Ruan, vagy Ruruan, vagy zsuan zsuan nép veszi át. Egyébként ezek az, az európai hunokhoz hasonlóan, illetve az ázsiai hunoktól ölkölvén még egyenes kardot viselnek. Viszont a késő avarok, a grifesindás onogurok, akik gyakorlatilag ezek a fehér hunok lennének, kérdekes módon már e, szintén egy ilyen volgakáma vidéki, e, ugye az indás motivum, volgakáma vidéki szkítáktól, vagy európai szkítáktól származó indás motivum, elegyedik össze, ugye belső ázsiai, közép unokra jellemző, griffes motivummal, és ugye a szabjáik pedig a kaukázusban készülnek. Hát itt a kaukázusban pedig meg, megint csak az alánok egyik másik ágával lehet találkozni. Illetve hát ettől délre éltek a szabirok is. Tehát ez, amiket Jókai leír, ezek régészetileg és genetikailag is már bizonyított tények. A magyar őstörténettel kapcsolatban, és ugye a zalánokkal kapcsolatban több forrás is megemlíti ezt a magas, szőke, szemű mi volt Jukat, hogy álltál az európai vidékek szkítái, de hát ugye ők keveredtek a gótokkal is, a skandinávokkal is, tehát nem meglepő ez információ sem. szóval ennyit szerettem volna röviden, tömören a videó elmondani, hát ez a bölényhajtás, ez, ez nem tudom, hogy erre ezt ö, Jókainál olvastam először, hogy ott a délurálnál milyen bölényt hajkurázhattak vajon a eleink, lehet, hogy tatárantilop, nem tudom. És hát ugye kicsit így emlékeztet, ugye alállok, meg hajtunk egy vadat a csodaszalmas mondára is, egyébként azt is taglalja majd Jókai a későbbiek folyamán. Tehát igen, igen, tehát jól látszik, hogy egyrészt ugye annak azért így elejtve, lényeges információ, például az a CMP nép, vagy CMP nép kiszorította Ázsiából a vele nem rokon a fajt. Tehát itt a szkíták a mongolid népek körében ugye idegen fajnak számítottak, mert európidok voltak. És ő szkíták alatt, meg szitják alatt következetesen hunokat ért. És a hungária magnát Jókai is a hunok vándorlásával, és nem magyar eh, időszakra teszi, tehát nem a 6.-9. század közé teszi a Magna Hungária eh, magyar mi voltját, vagy megalapítását, hanem a, igenis a fekete hunok, tehát Balambér népe innen jön ki majd Európa irányába. Tehát Magna Hungáriában a Juliánusz barát magyarokkal beszélt, tehát hunokkal, szarmatákkal és ezeknek a mezovszkajaknak a leszámadottainak a katyvaszába. És akkor ide veszük meg egy rubrukot, a szerzetest, az utazót, vagy rubrukiszt, kinek hogyan tetszik, azt állítja, hogy a közös eredetű népot mind általánosan magyarul beszélt. Kész, Gibbon leírja, meg a History de Voyage is leírja. A rubruk forrását, vagy említi a rubruk forrását. Úgyhogy itt, ha nem is konkrét nyelvemlék kerül elő, de a genetikával párhuzamban történeti források, azok azt sejtetik, illetve azt bizonygatják számunkra, hogy bizony a hunok magyarul beszélő nép voltak. Én elhiszem azt, kétségtelen, vagy kétségkívül, hogy az ázsiai hun birodalomban maradtak más nyelvű népek is, hiszen ez egy törszövetség volt. Hát tudjuk nagyon szinte a genetikából, hogy itt a bakteriális kultúra, akkor a csemurcsek, kultúra, ami ilyen afalaszjavó származék, tehát ez is ilyen Európid eregybés szitja, népesség volt, aztán a <coughs> különböző ilyen Tastik kultúra, ez is skita volt, meg Karaszuk, meg e, e, Isten tudja még hány ilyen néven említett kultúra, ugye Szintasta, stb., Tagár kultúráknak a pazirik, azokkal a kapcsolatai az Ázsiai ugye ezek a Skita vonal lett volna, azt ott van a Baktiai vonal, az ősi, árpádi, turuli, ág, de már a szalmaták alánokkal rokonítható nép is élt a Sziung területén. És akkor ott vannak a különböző ilyen Sziambej, meg e, Slabgrave és egyéb más feltétlenül a mongolid, e, altai kultúrák leszámozottai is, akik persze, hát ők is alkotállamjai voltak az Ázsiai Honbirodalomnak. Az első kiáramlás onnan a miénk. Meg még vehetjük ide talán a bolgárokat, hiszen ők is ilyen hunalán katyvasznak tekinthetők, már elnézést a megfogalmazásért. És ennek a kiáramlásnak semmi köze az égvilágon se a törökökhöz, se a mongolokhoz. Ez ott az első vonal. A második vonal lesz majd a kiáramló, ez a Zuhan Zsuan, ez majd az a Heftalita népet is, a -t 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 között voltak pártusok, hiszen a szaszonidák oda szólították vissza. Ezt az örményektől tudjuk, Korénei Mózes, Józsefusz Bizantinus külön videón van róla, hogy az Arszakida úrság pártus uralkodó ház, az Hefteleta uneredeti volt, mondat vége Ennyi. Úrság egyébként a név, és ő szerepel a, a magyarok a régi magyar énekekben is, ugye országvezérként. Ez Arszak, Arszakida a hét heftelőt a Bálka másik, ugye az a baktriai főváros, Bálk után kapja a nevét, talán a bolgárok is, Balkár, Bolgár, Balkár nép, stb. És hát másik hullám, aki elvándorol, mondom, ez a Ruan, Ruan, Zsuan, Zsuan. ugye ez a koralvar, a heftajtákkal a késő avar, Ság, aztán bár ugye a koral avarokról is a források írják, hogy utána jött az Abender nép, ugye Szabirok neve, a Elláknál is említi Priszkosz, és Szabirok, harcol, ugye fia, illetve <coughs> már úgy Szabirok harcolnak vele, a germán népek ellen, Gepidák ellen, Szirmiumnál, illetve hát aztán majd jön a harmadik csoport, az lesz majd a türköké, ők is már alapítanak egy nagy birodalmat, ugye a göttő birodalmat, ez ketté válik, nem megyünk bele, és az utolsó hullám majd a mongoloké lesz, de ők valószínűleg Sziambej származékok. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, Jókai Mór, tökéletesen látta a magyarok ősmúltját, és szerintem Jókai Mórral még foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen a figyelmet!